Kigyulladt egy családi ház Kunmadarason, 4 ember otthona semmisült meg. Teljes terjedelmében égett egy 70 négyzetméter alapterületű családi ház belső tere. Az éjszaka folyamán nem tudjuk, hogy mi okozta a tüzet, kigyulladt az egész lakás. Szerencsére senki nem tartózkodott benne, úgy értve, hogy nem esett senkinek bántódása. Mindenük oda lett. Most próbálunk segíteni, amit tudunk, megteszünk azért, hogy kapjanak bármilyenféle segítséget, támogatást, mert sajnos mindenük oda lett. Nem tudjuk, hogy mi lesz tovább velük, majd elválik. A karcagi hivatásos és a kunhegyesi önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre, akik 3 vízsugár és kézi szerszámok segítségével megfékezték a lángokat, ezzel megakadályozták, hogy azok átterjedjenek a tetőszerkezetre. Mi az este folyamán olyan 10 óra körül hívott sógorom, hogy ég a lakás. Ugye abban a pillanatban jöttünk, de már akkor kim voltak a tűzoltók, a többi családtagok, de már akkor ugye oltották, de lángokba állt. Hogy mikor gyulladt ki pontosan, vagy mi okozta, azt nem tudni. Szomszédok semmit nem láttak, mert ugye a testvéremnek a férje szaladt le az anyukájáékhoz, hogy lángol a ház, és lejöttek, és azok hívták ki a tűzoltót is. A helyszínre mentők is érkeztek. A ház lakhatatlanná vált, a benne élő 4 ember rokonoknál helyezkedett el. Most a nagyszülőkhöz mentek a gyerekek, és ugye a nővérem az anyósáékhoz mentek. Hát ugye ott sincs olyan sok hely, nem tudjuk, hogy egyáltalán hova mehetnének, ami normális körülmény, úgy értve, ahol elférnek. A felújítás szerintem most, hát ebben az időszakban nem biztos, hogy lehetséges lenne, ugyebár, mert eléggé kiégett a lakás, de hogyha olyan támogatást kapnának, akkor persze az sem lenne akadály.